Az Egységben a Városunkért Közéleti Egyesület 2019-ben alakult azért, hogy részt vegyen Bonyhád közéletében a város településfejlesztési, szociális, oktatási, kulturális és környezetvédelmi tevékenységek támogatásában. Fenyvesi Csaba elnök elmondta, a tájékoztató célja a képviselőjelöltek bemutatása mellett a programjuk, valamint a terveik ismertetése volt. Továbbra is változatlan, mint ahogy megalakulásunkkor is, hogy a közéletet tisztává varázsoljuk, illetve az emberek véleményét bevigyük a közgyűlésre, és képviseljük az ő feladataikat. Ezen belül a fő célunk ugye a közbiztonság, illetve a közlekedés biztonságnak a fejlesztése, illetve a hagyományainknak, értékeinknek a megőrzése. Megkérdeztük, melyik polgármester jelöltet támogatják. Nem indítunk mi polgármester jelöltet, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy nem tudunk olyan alkalmas feladatot ellátó szemét állítani, aki tudná ezt a munkát, tevékenységet ugyanolyan elánnal, illetve ugyanolyan hozzáállással végezni, mint a jelenlegi polgármester. Az Egyesület javaslatokat ad be a közgyűlés számára. Folyamatosan kidolgozunk olyan programokat, amelyek megvalósíthatóak, illetve helyi szinten megvalósíthatóak, és nem az országos törvényhozásnak kell megvalósítani, illetve a jóváhagyása. Az eseményen a vezető, aki az 5. választókerület képviselőjelöltjeként indul a választáson, bemutatta jelöltjeit is. Gecséné dr. Slárko Szilvia az 1. választókerületben, Vasszary Tibor a 2., Kecskemét István a 3., Fábián Zoltán a 4., Jerkovics József a 6., Miklós Roland a 7. és Kecskeméti Istváni a 8. választókerületben indul.